15 éves börtönbüntetése ítélték azt a vietnámi embercsempészt, aki felelőse volt az Essexben történt tragédiának 2019-ben. A férfi vezette embercsempész hálózat 39 vietnámi bevándorlót próbált Belgiumból Angliába csempészni. Az illegális akció során mindannyian megfulladtak az őket szállító kamion rakterében. Ez a bírói döntés egy üzenet, hogy az emberkereskedők ellen küzdő szervezetek erősek. Ez egy fontos mérföldkő, amely jelzi, hogy érdemes és hatékony lehet az emberkereskedelem elleni harc. Az ügyben eljáró belga bíróság ítélete alapján az elítéltnek közel 1 millió eurós kártérítést is kell fizetnie, 17 vádlottársa pedig 18 hónaptól 10 évig terjedő börtönbüntetést kapott. Tavaly pedig egy külön perben 4 társukra már kiszabták a büntetést Angliában.